Az ország minden részéről érkező szakemberek kóstolták az egri és a szekszárdi pincészetek legkiváló vörös borait a Bikavér párbajon egy budapesti szállodában. Hazánkban Egerben és Szekszárdon készítenek bikavért, a szervezők szerint nem csak a borvidékek között, hanem azokon belül is jelentősek a különbségek. Tudom, hogy ugye a kékfrankos az alapja, de ez is ugye mint a főzésnél, hogy valaki két csipettel több sót vagy borsot tesz az ételbe. Ez adja itt ennek is a fűszerét, meg az érdekességét, hogy mindenki másképp dolgozik, vagy van, aki kicsit tovább ászkolja a bort, kishordó, nagyhordó, újpörkör és stb. A párbaj célja nevével ellentétben valójában nem a versengés, hanem a két eltérő karakterű bikavér népszerűsítése. Idén 18 egri és 15 szekszári pincészet boraiból kóstolhattak a résztvevők. Vida Péter 2011-ben az év bortermelője volt. A szekszárdi borász fia szerint a sikertitka az egész évben befektetett munkában és a szőlőben rejlik. Az alap célja az a rendezvénynek az, hogy promotáljuk a bikavért, vagy erősítsük, az már csak egy non plus ultra, hogy a két borvidék ezt közösen csinálja. Úgyhogy nekünk ez már egy megszokott rendezvényünk, ez egyik legfontosabb rendezvényünk. Mi minden évben itt vagyunk, nem is tudom, hogy hány éve, most már legalább egy 5 éve ez megy. És hát minél többet beszélnek a bikavérről, ez szerintem nekünk biztos, hogy jó Egernek is, meg Szekszárnak is. Lőrinc György egri borász elmondása szerint a programnak köszönhetően évről évre egyre többen kedvelik meg a bikavért. Fontos az, hogy visszajelzéseket kapjunk és benyomásokat, hogy hol is tart maga a bikavér, és persze, hogyha saját magunkról kell beszélni, és borvidéki szinten, akkor hogy az egri bikavér jelen pillanatban hol tart, hiszen nagyon sokat próbálunk mi is fejlődni, és tanulni, és tapasztalni, és tudjuk is, hogy kell, és ezek a visszajelzések talán egy kicsit segíteni tudnak abban, hogy elérjük a végső célunkat, mégpedig azt, hogy nagyon jó élményt adó egri bikavéreket tudjunk termelni. A bikavér párbajon a szakma képviselői mellett a nagy közönség is megkóstolhatta a szekszárdi, valamint a közelmúltban Hungarikummá lett egri bikavért.